Egy felelősség teljes gazdi tudja, szilveszterkor különös figyelmet kell fordítani házi kedvencére. Bár hivatalosan tilos petárdázni az év utolsó napján, és a tüzi játékokat, pirotechnikai eszközöket is csak korlátok között lehet használni. Sajnos mindig vannak szabályszegők, aminek gyakran a kutya issza meg a levét. A lakásban tartott kutyák elszökni nem igazán tudnak, de sokkot kaphatnak ők is a különböző zajoktól és hanghatásoktól. Számukra a bőséges vacsora, a gazdi jelenléte, a leengedett redőnyök és a nyú bicsepek jelenthetik a megnyugvást. A kertben tartott kutyáknál azonban már más a helyzet. A kinti kutyáknál elsődleges dolog az az, hogy ö, valamilyen zárt helyre próbáljuk a kedvencünket elhelyezni. Egy nap egy évben én azt gondolom, hogy kibírható, hogy hogy beengedjük a kutyákat, legalább az előszobába, vagy tényleg a fürdőszobába, bármilyen olyan helyre, ahol nem tud tenni, hiszen ilyenkor, hogyha ö, meghall ugye egy petárdát vagy tűzjátékot, ami lehet, hogy közvetlenül közelében robban, nem tudja, hogy mi történik. Pánikba esik, és akármilyen biztonságosnak véli a kerítés, ilyenkor gyakorlatilag csodákra képesek a kutyák, és bármi milyen áthatolhatatlannak tűnő kerítésen is képesek kijutni az utcára. Ilyenkor sokkot kapnak, nem nézik, hogy ö, mi történik, csak azt látják, azt érzik, hogy menekülniük kell valami elől, amit, amit nem tudnak, hogy mi az. Az állatvédők egyöntetűen és határozottan arra kérik a gazdikat, ilyenkor soha ne kössék láncra a kutyát. Bár a gazdi azt gondolja, ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy megakadályozza a szökést, ez nem így van. Ilyenkor ugye az erejük az adrenalin miatt többszörösen lesz, és képesek elszakítani a legdurvább, legerősebb láncot is. És sajnos találkoztunk már olyan példákkal, amikor ugye a kerítés állította meg a kutyát láncostól, és hát nem lett jó vége a történetnek, tehát feltekerte a láncon magát, hiszen a pániktól nem látott és nem hallott, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt sose alkalmazzuk ezt a módszert. Próbáljuk őket megnyugtatni, vannak különféle nyugicseppek. A gazdinak a jelenléte is nagyon fontos ezekben az esetekben. Szilveszter előtt mindenképpen ellenőriztessük a csípeket, az legyen regisztrálva, és figyeljünk arra, hogy ne csak a kutya adatai, a gazdi is legyenek valósak. Így kerülhet haza a legnagyobb valószínűséggel az elkóborolt kutya. A legfrissebb fotót küldjük el állatmentő szervezeteknek, és használjuk a közösségi oldalak adta lehetőségeket is, ha megtörténik a baj.